HPV, azaz humán papilóma vírus a méhnyakrák kórokozója, ellene is van védőoltás, beadatása széles körben javasolt legidálisabb esetben a szexuális élet megkezdése előtt. Magyarországon 2014 őszétől ingyenesen kaphatja minden hetedik osztályos, 12. életévét betöltött lánya védőoltást. Az oltóprogramban eddig 70 ezer gyermek szerezhetett védettséget, az általunk felkeresett gyermek azt mondta, az oltás és a rendszeres szűrővizsgálatok együttes alkalmazása optimális védelmet jelent a betegséggel szemben. A világon több mint 500 millió nő hal meg karcinómába, ményakrák karcinómába, és ez az oltóanyag nagy valószínűséggel kivédi ezt a betegséget. Azért ez a korosztály hát illetékes, és az a legjobb, ha ez a korosztály kapja meg ezt az oltóanyagot, mert ebben a korban még nem hát, szexuális aktivitás nincsen, és olyan időbe kapják meg a gyermekek, amikor kifejlődik egy olyan immunreakció, hogyha találkozik ezzel a, egyébként mindenütt jelenlevő vírussal, akkor nem betegíti meg a szervezetet. A szülők idén szeptember 13-áig ilyen igénylő lapon jelezhetik, hogy lányuknak kérik-e a védőoltást vagy sem. Itt a Nyíregyházi Bem József általános iskolában a gyerekek az első tanítási napon megkapták a tájékoztató levelet arról, hogy mi, mi a módja annak, hogy megkapják ezt a védőoltást, ezt a levelet hazavihették, otthon megbeszélhették, és majd az iskola védőnője a hetedik osztályos szülőértekezletekre elmegy, és ott részletesen tájékoztatja a szülőket ennek a módjáról. A méhnyakrák egyes felmérések szerint a második leggyakoribb rosszindulatú daganat. Hazánkban évente 1200 új méhnyakrákos megbetegedés diagnosztizálnak, és több mint 400 nő hal meg. A HPV elleni védőoltás szexuálisan aktív nők számára is adható, sőt ajánlott, mivel minden nemi életet élő nő kivantéve a daganatkeltő fertőzés és újrafertőzés veszélyének, a pár évvel ezelőtti oltóanyag ára már csökkent, korábban három oltásért összesen akár 90-100 ezer forintot is fizethettek azok, akik beadatták maguknak vagy gyermeküknek az oltást, most már elég akár két oltás is, egy vakcina pedig körülbelül. 15-16 ezer forintba kerül.